László Hughes was a Udes László a két világháború között nagy jelentőségű tolmácsa volt az átfogó értelemben vett modernizációnak. Kulcsfigurája volt annak a folyamatnak, amely nyugat és kelet között Európától Kínán át Amerikáig megújította az építészeti eszköztárat. Igen gyors volt abban a tekintetben, hogy eljuttassa a távol-keletre a nyugati világ legfrissebb építészeti eredményeit, az épület technológiával kapcsolatos legújabb felfedezéseket. Shanghai munkái révén az egyik úttörője volt a modern világépítészeti elképzelések elindításának. Igaz gondolkodású és tiszta szívű magyar ember volt, ami alapvetően biztos, hogy a családi gyökerekkel magyarázható. Nagyon nyitott ésszel és nyitott szemmel járt a világban már kiskorában, és ez abból is kiderül, hogy amikor a Lex Aponyit bevezetik, tehát hogy amikor a szlovák anyanyelvi iskolákat megszüntetik, akkor ő tökéletesen emlékszik az apja reakciójára, és onnan datálja azt, hogy ő soha életében se fajra, se vallásra való tekintettel nem ítélt meg senkit. Nemzeti liberális gondolkodó volt, tehát a legjobb ötvösi értelemben. 2008 egy új lehetőséget tartogatott számunkra. 2008 volt ugyanis születésének a 115. évfordulója és halálának az 50. évfordulója. Ezt a lehetőséget ragadtuk meg arra, hogy Hudecet egy éven át különböző rendezvények formájában még inkább megismertessük a shanghaiakkal, a kínai építészkörökkel, az érdeklődőkkel, és természetesen a shanghai magyar kapcsolatokban valamilyen módon résztvevő minden partnerünkkel, hiszen ők is Shanghaiban ezeket az épületeket valamilyen módon már Magyarországhoz is köthették. A programban együttműködtünk a Várostervezési Bizottsággal, a Tungji Egyetemmel, amelynek az építészeti fakultása Kínában az első között van, a Városi Műemlékvédelmi Hivatallal, a shanghai médiával, illetve az országos médiával is. Tartottunk egy olyan szemináriumot, szimpóziumot, amelyen a legelismertebb építészeti szakértők tartottak előadást Hudec koráról, az épületek stílusáról, amelyeket Shanghaiban tervezett, illetve az ő építészeti örökségének a sorsáról. 2008. januárjában indult a shanghai magyar főkonzulátus szervezésével és az ő ötletük alapján a Hudec év Shanghaiban, amely egy egész éves rendezvénysorozat. A kezdetén városi séták voltak, amelyek bemutatták az egyes Hudec épületeket. Előadásokat is tartottak, de a fénypontja ennek a rendezvénysorozatnak június 14-én, a Kínai Műemlékvédelem napján Hudec László munkásságát és életét bemutató kiállítás megnyitása volt. A kiállítás az Amerikai Klubban volt. Az Amerikai Klub egy szintén Hudec tervezte épület, amelyet külön erre a célra nyitottak meg, egyébként zárva van. A Hudec év fénypontját a júniusban megrendezett Hudec kiállítás jelentette. Az anyagok kiállításában a Shanghai Építészeti Archívum volt segítségünkre. Ez az a szervezet, amelynek a birtokában vannak eredeti tervrajzok, eredeti fotográfiák Hudec shanghai építészetével, illetve tevékenységével kapcsolatban. Sikerült egy olyan épületben bevinni a kiállítást, amelyet hétköznapi emberek nagyon ritkán látogathattak, tekintettel arra, hogy ez az épület, amelyet Hudec tervezett természetesen, a Volt Amerikai Klub,
hosszú ideig bíróságként funkcionál, jelenleg pedig zárt a közönség előtt, és ezért az érdeklődés már maga az épület iránt óriási volt. Ennek megfelelően nagyon sok látogató látogatta ezt a két hétig tartó kiállítást. Ez volt az első alkalom, hogy Hudec építészetéről kiállításra került sor Sánkhájban. 300 meghívott jött el a megnyitóra, kínaiak, Kínában élő külföldiek és magyarok is szép számban. Nagyon szép, igényesen megrendezett kiállítás volt. Két nagy teremben zajlott, az egyik teremben a tablókon Hudec épületeinek a feldolgozását lehetett látni, a másik teremben pedig fényképek és iratok, családi levelezés dokumentumait lehetett megtekinteni, mindeközben vetítést is nézhettek a kiállítást látogatói. Ennek a kiállításnak a megszervezését a Sánkhályi Magyar Főkonzulátus vállalta. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, illetve az Önkormányzat és Területfejlesztési Minisztérium támogatásával. Kínai részről a Sánkhályi Kormány Várostervezési Hivatala és a Tongyi Egyetem működött közre. Az alkalom tulajdonképpen a világhírű magyar építész életének és sánkhályi munkásságának kívánt emléket állítani, Hudec születésének 115. és halálának 50. évfordulója alkalmából. Ez a Hudec év nem egyszerűen egy kulturális program, hanem annak a Kína és Magyarország közötti 3-4 kapcsolódási pont egyikének a megerősítése, amelyet a kínaiak is ismernek Magyarországon. Ilyen kapcsolódási pontok, amit ők ismernek, az Petőfi, Liszt Ferenc, Kodály Zoltán, Puskás öcsi, és az ötödik Sánkhájban pedig egyértelműen Hudec László. Egyben jelképezi a magyar innovativitást is. Sehol a világon nincs még egy olyan magyar építész, aki ekkora és ilyen sokrétű munkássággal rendelkezne, és ez jól bemutatható. A kínaiak magyarnak és ugyanakkor a magukénak is érzik. A magyarországi vállalkozások kínai megjelenésében nagy szerepe lehet egy ilyen emblémának. Fontos a Magyarországon a mi számunkra is, hogy volt egy ilyen építészünk, aki világhírű volt, aki nagyon sok építészeti korszakban alkotott. 20 év alatt tulajdonképpen az eklektikától egészen a modern építészetig eljutott, mindegyikben kiváló épületeket alkotott, jól tudott együttműködni a helyi hatóságokkal, a megbízókkal, nagyon termékeny volt, nagyon fantáziadús volt. Szimpóziumokat tartottunk a Tongyi Egyetemen, szakértők többek között Luca Poncellini részvételével voltak úgynevezett műemlék túrák, amelynek alkalmával kisebb-nagyobb csoportokat vittünk körbe, és mutattuk be nekik Hudec épületeit, ehhez általában építészeket, szakértőket kértünk fel. Ugyancsak szemináriumra került sor Jánosi Péter építész Hudec leszármazottjának a részvételével. Ez az építészek kámánya, és ilyen volt akkor az időben is, amikor Laci bácsi volt. Ha akarjuk, ha nem, az épített környezet visszahat a mindennapjainkra, meghatározza a hangulatokat, tehát nem mindegy, hogy mit építünk. Lehet egy épületben jól érezni magunkat, és lehet szomorúnak lenni, vagy éppen feszengünk, és idegesek leszünk a belépőn. Az a fajta családiasság, ami például a házait, a családi házait, a kis házait jellemző, az egészen játékos embert mutat. A derűsen élni, ezt a mediterrán hangulatot, ami a magyarságra jellemző, átmentette ide Sánkhájba. Tehát a mediterrán lény, a bor, a búza, az egyszerű gondolatok, a vidámság, tulajdonképpen ez az, ami látszik a házakon. És mitől lett ő modern építész? Hogy olyan megbízóik voltak, mint a gazdag kínai üzletemberek, akik lehetővé tették számára, hogy azt tervezze, amit akar. Ők egyszerűen csak művészetileg korrekt épület, ezt akartak, nem kértek előre stílusokat, nem kérték azt, hogy stílusba tervezzenek. A Hudec emlékév keretében egy kínai és magyar nyelvű könyv kiadására is sor került, szintén a Sánkhályi Magyar Főkonzulátus és a Városi Építészeti Archívum együttműködésében. Ez nagyon szépen mutatja be az archívumban található tervrajzok és fényképek alapján Hudec épületeit.
két további Hudec album kiadására is sor fog kerülni. Az egyiket Sánkhájban lévő szerzőpáros fogja készíteni, Deke R. fotós, ő Stein Aurél útját is bejárta, tehát eleve érdeklődik Magyarország iránt. Egy harmadik könyvet is ki fogunk adni a minisztérium támogatásával, amely egy magyar és angol nyelvű kiadvány lesz, egy átfogó tanulmánya Hudec alkotásainak. Lesz egy olyan fejezet, ami feldolgozza a Magyarországon ugyanebben az időszakban alkotó más magyar építészeknek a műveit. Hudec László gyakorlatilag a Magyarországon, illetve hát Európában jellemző stílusok gyakorlatilag mindegyikében alkotott jelentős épületeket, és mégis a legjelentősebb talán ugye az Art Deco volt az ő művészetében, ami a leghangsúlyosabban jelentkezett. Magyarország vonatkozásában most élhetjük meg gyakorlatilag ennek a korszaknak a felfedezését. De igazából nem vált hangsúlyossá ez a stílus a magyar építészetben. A 20. század elején is tovább élt a historizmusnak egy ága, ami Hudecnek az épületeiben is tetten érhető. Tehát egy neoklasszicista, illetve neobarokk irányzat jelentkezett Magyarországon. Ugye 25-ben bontakozott ki az Art Deco, de ezt megelőzően Magyarországon már voltak olyan épületek, amelyek erre utaló dekoratív épületek voltak. Ilyen volt például a Parisiana mulató, ez Lajta Béla épülete, vagy a másik nagyon neves épület, az Árkai féle fasori templom. A két világháború közötti korszakban a moziknak a kialakulása, fejlődése, ez egy nagyon fontos momentuma volt a dolognak, és hát ez ugye Sánkhájban is láthatjuk Hudec épületein, hogy a mozi egy különleges szerepet kapott. Magyarországon és Budapesten is a 20-as, 30-as években ugye több mozi alakult ki, jellemzően az épületeknek a földszintjein. A modern építészet szelleme is ugyanúgy követhető az ő építészetében, tehát azt gondolom, hogy az az érdekes, hogyha végignézzük az ő házait, akkor gyakorlatilag minden stílus tetten érhetünk, és egyik sem erőltetett módon. Hudec alkotásait pedig megnézhetjük, az épületek magukért beszélnek, hogy olyan remek, jó épületek, ahol sehol nem mondható az, hogy ezek erőltetettek lennének. Az egyes építészek a saját életpályájukon keresztül, vagy ennek folyamán, különböző szellemben alkotnak, különböző korszakokat élnek meg. És nagyon kevés az olyan építész, amely mondjuk több építészeti korszakban vagy stílusban tud olyan módon alkotni, amely sajátszerű. Hudecnél azt gondolom, hogy ezek az irányok mind tetten érhetők, és mind nagyon jó színvonalú és nagyon magabiztos formában valósulnak meg. A modern épületek ugyanolyan jellemzőek az ő építészeti alkotásai között, mint a historista épületek. Hudec minden tekintetben jelentős építész kínai szemmel nézve. Maradandó épületeket hozott létre Sánkhájban, amelyek a mai napig meghatározóak a városképben. Született építész tehetség lévén képes volt különféle építészeti stílusokban is alkotni. Amikor 20 évvel ezelőtt elkezdtem az épületeit fényképezni, ezt a képességét különösen csodáltam. A legkedvesebb épülete számomra is az, amit a sánkhái emberek is a legjobban szeretnek. A sokáig ázsiai magassági csúcsot is magáénak mondható parkhotel. Egy fotós számára vannak azonosító jegyei is a hudeci építészetnek. Én például a kéményeiről ismerem fel őket. Úgy gondolom, Hudec nagyon szerencsés időszakban érkezett Sánkhájba. Itteni alkotásaival a világépítészet fejlődéséhez is sikerült hozzájárulnia. A Hudec album után újabb könyvet is készítünk Jánosi Péter barátommal, amelyben nem csak Hudec alkotások lesznek, hanem élettörténetét, alkotópályájának helyszíneit is bemutatjuk a kínai olvasóknak. A Hudec év célja nem csak az volt, hogy Magyarország képet erősítsük Sánkhájban, hanem egyúttal az ő személyén és a munkásságán keresztül próbáltuk bemutatni a magyar tudást, azt a fajta innovációt és azt a gazdasági pezsgést, amely Hudec korában jellemezte Magyarországot és különösen Budapestet. A Hudec évnek az üzenete messze túlmutat akár a kultúrán, akár az építészeten. Ez egy olyan komplex program, amelyben van egy nagyon erőteljes kulturális elem, hiszen az építészeti örökség, a kulturális örökség kerül bemutatásra, méghozzá a sánkhájiak által ismert saját örökségük kerül ismét egy új megvilágításba. Igyekeztünk felhívni a figyelmet a műemlékvédelem fontosságára.
arra, hogy ezeket az építészeti örökség gyöngyszemeit képező épületeket érdemes megóvni és felújítani is. Partnerre lehetünk a Magyar Építőművészek Szövetségében, amely a Sánkhái Építőművész Szövetség beleegyezésével felvette a kapcsolatot a sánkhái partnereivel. Létrejött egy olyan csatorna, amelyen keresztül a jelenlegi magyar építőművészet bemutatásra kerülhet Sánkhájban, a magyar tervezői kapacitás valamilyen módon eljuthat a sánkhái piacra. A Sánkhái Építészszövetség delegációjaként érkeztünk Önökhöz, és nem csak Budapestet, hanem Prágát és Bécset is meglátogatjuk. Köszönjük a Magyar Építőművészek Szövetségének, hogy meghívtak bennünket. Pudec László magyar építész 1920 és 38 között Temérdek kiváló épületet tervezett Sánkhájban, és ezért hálásak vagyunk a magyaroknak. A Pudec épületek közül 57-et műemléknek tekintünk. Ez az építész tervező hatalmas örökséget hagyott a kínai népre. Az elmúlt években sok magyar építész utazott Sánkhájba, akik az ottani építészeti irodákkal is együttműködést alakítottak ki. Mostani látogatásunk célja, hogy szövetségi szintre emeljük ezeket a szakmai kapcsolatokat. Lehetőleg mindez a magántervezők útját is egyengetheti. Azon kívül a magyar műemlékvédelmi tapasztalatokra is kíváncsiak vagyunk, hiszen Kínában ez a tevékenység csupán néhány éves múltra tekint vissza. Cégünk olyan leányvállalatot tervez létrehozni, amely kifejezetten a műemlékek megóvásával foglalkozik. E tevékenység keretében különleges figyelmet fordítunk a Hudec épületekre. Kína mostanában nagy fejlődést él át, és tártkarokkal várja a magyar építészeket is, hogy minél több épületet tervezzenek nálunk. Rengeteg külföldi építész dolgozik már most is Kínában, kár volna, ha Magyarország kihagyna ezt a lehetőséget. Nagy öröm számomra, hogy Hudec László munkásságával kapcsolatos feladatokban részt vehetek. A szinergiákat létre lehet itt hozni. Az egyik kezdeményezője ennek Jánosi Péter Sámuel Ybl díjas építész, Hudec unokaöccse, aki sok energiát, pénzt és fáradtságot fektetett abba, hogy Hudec örökségét feltárja és közkincsé tegye. A magyar építészeti kultúrát és a magyar országról külföldön kialakuló pozitív képet szolgálja. A másik kezdeményező Hajba Tamás sánkhái főkonzul és Hajbáné Nagy Judit kulturális szakdiplomata, akiknek kínai külszolgálatuk idején feladata a magyar-kínai kapcsolat építése, Magyarország helyzetbe hozása egy távoli és hatalmas országban, amely hihetetlen tempóban fejlődik. Egy bővülő piacon, ahova minden más ország is igyekszik betenni a lábát, így a magyar vállalkozók számára is ez egy fontos piacnak tűnik. A Hudec Lászlót most két ország mondja magáénak, holott amikor ő egyetemre járt meg, amikor Besztercebányán született, ugye ez nem volt értelmes kérdés ilyet föltenni. Ahelyett, hogy vitatkoznánk azon, hogy Hudec milyen nemzetiségű építész volt, közösen szeretnénk az ő emlékét leporolni, fényesíteni magunk számára, közép-európai építészek számára is bemutatni, hogy ha többen kipróbálnánk magunkat külföldön, megállhatnánk a helyünket, mert van erre példa. És erre akár a szlovák kollégák, akár mi magunk is büszkék lehetünk, hiszen a zene után talán az építészet az, amely legjobban kommunikálható nemzetközileg, mert ugyanazt a nyelvet beszélik az építész kollégák Magyarországon, Szlovákiában és Kínában egyaránt. 2009 márciusában jártam Sánkhájban, ahol egy nemzetközi irodalmi fesztivált
szerveztek, 15 országból voltak résztvevők ezen a fesztiválon. Két évvel ezelőtt én már kaptam egyszer meghívást Shanghaiba, Magyar Évad keretében, és ebből az alkalomból a kínai írószövetség meghívott bennünket egy teára a Shanghai Írószövetség épületébe. A Shanghai Írószövetség egy Hudec villában székel, és gyönyörű az épület, fantasztikusan rendben van tartva, egy nagyon szép kis park veszi körül egy szökőkúttal. Az volt a benyomásom, hogy egészen valószínűtlen, ami Shanghaiban építészetileg történik. Én soha nem láttam ehhez foghatót, valószínűtlen a növekedés üteme. És ez a városra is érvényes. Azt mesélték nekünk az építkezésekkel kapcsolatban, hogy általában az a norma a nagyobb épületeknél, hogy egy emeletet haladnak egy hét alatt. Amikor elkészül egy szint, akkor körbetűzik vörös zászlókkal, éjjel-nappal dolgoznak, tehát hogyha az ember körbenéz, akkor éjszaka is lehet látni a sisakos munkásokat, ahogy ott szorgoskodnak. És az volt az érzésem, hogy a város csak az ott tartózkodásunk alatt láthatóan emelkedett. Tehát, hogy nőtt egy szintet. Tehát döbbenetes látni a régi shanghai épületeket, és mögötte ezeket a valószínűtlen felhőkarcolókat, ami tényleg olyan nekünk, európaiaknak, mint hogyha a csillagok háborúja díszletét látnánk. Hudec László villájában létrehoznának egy olyan múzeumot, egy olyan gyűjteménynek az alapját, ahol részben a Hudec működésére vonatkozó dokumentumokat őriznék meg, illetve hát a terveit. És ezért a magyar állam hozzájárulna a háznak a felújításához, illetve a berendezéséhez. De nagyon jó lenne, hogyha együtt tudnánk működni a shanghai hatóságokkal, az amerikai klub felújításában. Nagyon jó a ház. Szintén azt kell mondjam, hogy nagyon kevéssé sérült, nagyon sok minden eredeti megvan benne. Egy fantasztikusan jó kultúrközpontot lehetne létrehozni. Azt szeretnénk, hogy a shanghai hatóságokkal együttműködve az egyik Hudec villa magyar köztársaság általi felújítása révén egy magyar innovációs központ tudna működni ebben az épületben, és hogy ezt ütemezés szempontjából a shanghai világkiállítás idejére adnánk át erre a célra felújítva. A Magyar Köztársaság Shanghai történelmi belvárosának megújításában is kiveszi a részét azzal, hogy Hudec László által tervezett villa épületet felújítja, és a magyar innováció számára rendelkezésre bocsátja. Mi abban is segítünk ezzel a Hudec programmal, hogy szeretnénk a magyar építészetre úgy felhívni a figyelmet, hogy Shanghaiban rámutatunk arra, hogy az a több mint 100 épület, azt egy magyar ember tervezte. Ezzel újra próbálunk bizalmat teremteni a magyar tervezői készségek, képességek iránt, mert azok az épületek úgy műszakilag, mint építészeti minőségükben, mint városképi megjelenésükben, máig is kiemelkedően korszerűnek minősülnek Shanghaiban. Évtizedekig Ázsia legmagasabb épülete volt az a szálloda, amelyet Hudec László a hajdani angol óversenytér mellé épített. Máig is működő szálloda. A szálloda első emeletén, a felújított foájéban van egy kis emlékkiállítás, amely megemlékezik Hudecről. A 2010-es shanghai világkiállítás tematikája az élhető város. Egyáltalán nem idegen az építészeti kultúra megőrzésétől. A műemlékvédelem prioritást jelent ebben a témakörben a shanghai kormányzat és általában Kína számára is. A 2010-es világkiállítás egy egyedülálló rendezvény lesz. Minden eddiginél nagyobb volumenű szervezésre lehet számítani, és a szervezők 70 millió látogatóval számolnak. Számunkra ez egy jó lehetőség arra, hogy egy olyan személyiségen, egy olyan örökségen keresztül mutassuk be Magyarországot ismételten, amely nem idegen a kínaiak számára, hiszen a hétköznapjaikban ott vannak ezek az épületek, minden nap látják őket, és most már a Hudec évnek köszönhetően többet is tudnak róla. Thank you.
Yeah.